Még mielőtt bármibe belefognánk, én most gyorsan leellenőrzöm, hogy látszódunk-e az interneten, és azt látjátok-e, amit én látok. Vagy pedig a monitoromat nézitek. Ez egy pár percet igénybe vesz. Na, majd mindjárt veszünk le addig hangerőt. Kicsit hangos. Jó, kérem. Nagyon jó. Hát azt most nem mondom őszintén, fogalmam sincsen, hogy melyik lesz a jó. Ugye ránézünk, emberek egy példát kérek. Láttam új Crash Bandicoot pálya, van ide írva, hát ez jó nagy cheat emberek, egyébként ezt most meg kell hallgatnom, hogy hallatszódunk. Na jó, látszódni fogunk, hát az a szarra megmondom őszintén, nem tudom mit kezdeni, majd a végén szerintem visszanézzük, hogy átállítom. Na jó, hát emberek, üdvözlök mindenkit, Kurama is back. Itt vagyok a Pixeligon csatornán. Kérdezhetni az a egy darab követőm, aki szokott nézni, hogy de mit keres itt? Mit keres itt Kurama? Hát azt keresem itt, kérlek szépen, hogy Bobival már régóta tervezünk valamit, és akkor most úgy néz ki, hogy végre beindulnak ezek a dolgok. Már Bobby szépen beizította egy remek nem is tudom, a Life is Strange ingyenes felvezető, második résznek a felvezető epizódjával kezdte a streamet, majd egy Crash Bandicoot-tal folytatta, majd pedig egy Duke Nukem Forever, ha jól emlékszem. Azt pont nem láttam, mert tegnap volt, és tegnap éppen ilyen mini streamet csináltam, ilyen baráti társaságon belül, éppen a Call of Tulut játsszuk, mert egyrészt szeretem azt a világot, másrészt szeretem Lovecraftnek a műveit, harmadrészt pedig szoktunk szerepezni, többek között túlút szoktunk játszani, és hát amiatt is játszunk ki. Negyedrészt pedig ugye idén, valamint jövőre is jön az új túlú játék, és hát fel kell rá készülni. Na most, miért pont a Shadowrun Returns-el fogunk játszani? Egy életemben nem játszottam vele, szóval semmi. Talán egy-két képet láttam róla, de semmi fogalmam nincs a játékról. Másik az, hogy mint ahogy mondtam, szoktunk szerepezni, és Cyberpunkra is kíváncsi vagyok, ugye a CD Projekt Red miatt úgy döntöttem, ki fogom próbálni, és hát mivel nem nagyon mozgok ebbe a világba otthonosan, ezért hát úgy gondoltam, hogy akkor filmeket meg játékokkal fogunk majd foglalkozni, ami ezt a világot boncolgatja, vagy ezt a stílus boncolgatja, és hát pont ingyenes volt valamelyik egy-két hónapja ez a játék Steamen, úgyhogy ezt gyorsan be is raktam a könyvtáramba, és mondom, na majd Steam-mel keresztül megnézzük, hogy mennyire fog ez nekem bejönni. Na jó, hát indítsunk egy új játékot. Jó van, biztos, fogalmam sincs, hát easy-n biztos nem fogunk menni, most vagy egy normált kéne, vagy egy hardot. Jó, én normált fogok mondani, emberek. Nem azért, mert hogy puhány vagyok, hanem nem biztos, hogy ez élvezetes, hogyha én bénázok, és nem nagyon haladunk sehova. Na hát, nő vagy férfi legyek. Hozzunk létre mondjuk egy női karaktert. Nézzük, ember, elf, dwarf, ork, troll. Na hát, pont olyan karakterek, amiket annyira nem szoktam szeretni. Hát, mi legyünk? Szerintem sima emberek leszünk. Belenézek ebbe, hogy... Jó, legyünk emberek. Azt mondom, emberek leszünk. Utcai szamuráj. Hát, nagyon szeretem a japánokat, úgyhogy... Amit a japán kultúrát, a japán történet, úgyhogy... Decker. Aha. Sámán, Rigger, Szikadat, nem, szamurájuk leszünk emberek.
ezek mind női karakterek lennének? Én nem csak gondolom kinézem, de... Ja, basszus, most látom, hogy férfit választottam, de hülye vagyok. Már én totál más világban vagyok, emberek. Sorry, sorry. De nem baj, ez azt jelenti, hogyha hibázunk, hogy nem tökéletes a stream, tehát nem készültünk fel rá, és ez meg egy jó jel, mert akkor önmagunkat adjuk. És nem pedig mű. Megveszünk. Hát... Szerintem ez egy jó szamuráj lesz. Őt fogjuk választani. Ja, értem. Az a bőrszín. Már ebben a mai világban olyan nehéz ilyeneket kiválasztani, mert már egyből rád vágják azt, hogy hú, homofób vagy, rasszista vagy, szexista vagy. Jó, tudjátok mit, nem fogunk ilyennel szórakozni. Jó, még a hajt is be tudom állítani. Szerintem jó lesz az, ami volt. Ez volt, ugye? Aha, ez volt. Viszont... Jó, legyen egy jó kis narancssárga hajú, és vörös, ginger, szakállat miért nem tudok neki állítani, meg szarvakat, oké. Okay. Ez egy érdekes megmozdulás volt, de jó, rendben. Spend your karma. Oké. Okay. Hú, na ezeket nem szoktam szeretni, de nem azért, mert nem jó customizálni karaktereket, hanem azért, mert én mindig szeretek ilyen tökéletes karaktereket alkotni, és... Húha, és 8 pontom van? Na jó, nézzük. Rakunk egy pontot. Mi, hogyha ide rakok, akkor majd ide nem rakhatok. Na, inkább erre fogok rakni. Ja, annyi pontot veszem... jaj, értem. Hát azért kettőt rárakok erre. Hát... Erre mindenképpen kéne rakni, mert ha szamurájok leszünk, már pedig szamurájok leszünk. Csű, emberek. Ja, hát ez nekünk nem való. Jó, szerintem nekünk ez kell csak. Mármint, hogy jó, azok is fognak kelleni, de... Á, franc se tudja, mindegy, ez úgyis most egy ilyen... Ezzel nyugtatom magamat, hogy tesz játék, de közben baromira nem így fogom felfogni. Na jó, hát akkor... Erre is azért rakunk. Minden tudok még tenni? Hát... Ja, a cheat, ez az biztos egy zénel van. Úristen, idézni is lehetett volna, úr. Na jó, vissza nem tudom venni. Erre fogunk rakni. Na jó, ez így lesz, emberek. Hú, ez pedig a... Hújújúj. Utcaiak leszünk. Na, én azt mondom, hogy Shadow Run. Mit tud a Shadow Run? Azért egy kis leírást adhattak volna ezekre. Na jó, szerintem... Legyünk street, tehát hogy... Jó lesz street. Írjunk be nevet. Jó van. Mi legyen a neve? Miss... Miss... Miss Pixeligon. Ha már ez a csatorna neve, akkor legalább róla nevezzük el. Na, hát akkor...
Tehát semmit nem tudok egyébként a játékról, tehát hogy ennyi tudtam, hogy van benne szamuráj, mert kicsit utána néztem Wikipédián, nem is tudom már, még jó múltkor, mondom jó, vagy valamikor elkezdem, de olyan nehezen veszem rá, megmondom őszintén magamat sokszor új játékokra, nem azért, mert nem érdekelnek, hanem azért, mert van más dolgom. Könyvolvasás, szerepírás, munka, cikkírás, jelenleg egy, nem azt mondom, hogy applikációfejlesztés, mert én nem feltétlenül veszek részt benne, de mint tesztelő, mint grafikus, én is valahol ott vagyok. Ez a continue. Úgyhogy, meg házfelújítás, úgyhogy nem igazán van időm. Meg kell szórakozni. Aha. Ú, egy kis Sims. The computer. Aha. Mi bízol a git emberek? Nézzük. Nézzük meg a... Hát jó, semmi nem volt. Kontakt. Elég jó baráti társaságom van, úgy érzem. Közben csak egy üzenetre válaszoltam, jó, hát lerakjuk ezt a legalátos noteszünket. Be tudok menni? Én be akarok menni. Akkor legalább főzzünk már valamit. Get a job, any job, answer your bit form. Itt írjuk le a vizéken. Ennyi pénzem van. Itt van Mixpixeli gond. Jó, nem foglalkozunk ezzel vele. Van egy fegyverem. De satin? Úgy tudunk menteni. Jó, azt már most elmentjük. Ismerve magamat. Úgyis elfelejtem. Vagy letörlöm, mert képzeljétek el, ugye mondtam, hogy elkezdtem túlban játszani, és hát körülbelül a játék felénél tartottunk, és sikerült letörölnem a mentést. Nem tudom még, hogy, de sikerült. Aha. Ugyanezt írja. Jó, hát akkor menjünk oda a géphez. Egyébként egész szerepes áll, hogy hívják itt a dolog. Hey buddy! Na nézzük. Már megint részek, vagy rosszabb. Ivat, vagy még rosszabb. Hát ezt fogom nyomni. Úgyis mindegyik ismerősöm halott vagy eltűnt, úgyhogy örülök, hogy valaki legalább felvette ezeket. És persze ez is meghalt. Jó van, ez jól kezdődik. Aha. Na hát a barátunk meghalt. Éppen rossz helyen volt, hogy így fogalmazza. Noppá, most a múltban vagyunk emberek. Új, ilyen szamuráj akarok lenni. Combat Mage. Ez képest olyan szamurájus öltözete van, mindegy. Most szóval mondani. Soka, sorry. Ő halt meg, ugye?
Úgy érzem, hogy kicsit lassan fog ez a játék beindulni. Nem, mint hogyha baj lenne, csak nem feltétlenül ilyenre voltam felkészülve most lelkileg, hogy sok szöveggel is fogok olvasni, inkább sok akcióra számítottam. Megkérdezem már. Van egy olyan érzésem, hogy a jövőben is inni fog. Fú, erre tényleg nem voltam most lelkileg felkészülve, hogy ennyi szövegelés lett vasszak se. Tudom, ezt akkor már más játékkal kezdünk, emberek. Már nem merek se, inkább mondok valamit, hát akkor befejezik a beszélgetést. Hú, de szép vagy. Így van, legalább egymásnak itt vagyunk. Hát, hoppá. Ohoho, na, kezdődik az akció. XCOM, XCOM feeling lesz, emberek. Na jó, hát nézzük, úristen. Ezeket annyira nincs már türelmem, emberek. Már megöregettünk. Na nézzük. A kamera. Kizumolás, választok, oké. Okay. Pú, most erre basszam el a streamet, már bocsánat, hogy káromkodtam, de most erre basszam el, hogy ezt fogjuk nézegetni. Na, jó, nem. Rájövünk magunktól, emberek, ezt fogjuk csinálni. Na, aha, ez ilyen XCOM-os lesz. Pam, pam, pam. Ó, és tudok már... Ó, jaj, de jó. Hát először azt fogom kipróbálni, hogyha én ide mozgok, tudok lőni? Na, tudok. Nagyszerű. Jöjjön az ork csaj. Az ork csaj beküldjük ide. Van itt három. És, aha, ott írja, hogy mennyi, hány szervekes helyet találni. Te is ide jössz. Hát ezt leszedjük. Oké. Okay. Mi a franc? És ennek háttérben. Ja, ez ilyen XCOM-os lesz. Ez ellenféle? Nézd ki egy ellenféle. Csessze meg. Ha nem mozgok, akkor kétszer. Hát akkor ez tényleg mi, mint az XCOM olyasmi lesz, tehát hogy... Jó, hát ezt lesz együtt, mint a szar. Jó, hát alvás közben is misszel, ez teljesen jó. Mondjuk az XCOM-ba egy dolog zavart, és tudom, ez olyan, mint egy szere, meg ezek, amikor 99%-kal misszelsz, és így... Franc emberek. Ide fogunk futni, és innen pofán küldjük. Nagyszerű. Most át kéne ide jönnöd. Nagyon jó. Na te orkcsaj, ide kéne jönnöd. Ja, azt hittem, hogy az izé közel halsz lesz, elfejtettük. Nem baj. Hű! Na ez probléma. Problémát tett fel. Barátunk mindjárt meghal. Na hál' Istennek még Pixeli gond alig. Aztán ki sem tudom mondani a nevét. Aha. Load, oké.
nem is néztem a százalékat emberek, hát mekkora amatőr hiba. Oké. Okay. És... nem értem volna? Valamiről lemaradtam? Ja, nem, csak közben történtek itt dolgok. Na jó, hát újratöltés, egyértelmű. Egyértelmű, újratöltünk. Na jó, veled viszont azt kell csinálni, hogy... Berolnunk ide. Basszus, kis kint van a helyzén kívül. A rohadt életben. Na jó, hát azt fogjuk mondani, hogy újra töltés ezzel is. Én nem fogok előrébb mozogni. Jó, ez nagyon jó, nézd. Jézus már én mágus. Azt a szerencsétlen mindjárt kinyírják. Hát most fogja a fejbe lőni. Mit csinál ez? Jézus Mária! Jó, hát hál' Istennek az ork gyereket izé támadják. Na jó. Inferno. A sámát fogom leszedni először. Óhó, hát ez így nagyon király volt. Na jó, hát veled kéne azt csinálni, hogy elhúzni a beledet valami biztonságot adó helyre. Legyen már ez. Nem is tud, ezzel nem lehet hílelni? Itt van item. Gránát, oké. Felejtsük el. Kugolni, oké. Aha, itt a fegyvert váltani. Jó. Egyelőre veled nem mozgok. Milyen fegyveled van? Ennyi? Jöhet, akkor felejtsük el egymást. Oké. Most időparadoxot fogok létrehozni, hogyha ez a karakter meghal. Hallod, hagyj már békén ezt a szerencsétlent! Jó van, hát ezt nagyon elkúrtad, haver. Mondtam. Nem, nem velem mozgunk, hanem ezt az ork csajszival ide be fogom mozogni. Ezek még innen csak amellett állni. Ide jövünk. Jó, te szerencsétlen. Te ide elrohansz. Meg ne halljál már bazzom. Hallod, hagyd már békén! Hát nem hiszem el. Jó, újra, egy újratöltés az biztos. És ide elmegy. Ó, tetszik! Tetszik ez a játék, egyébként elkezdett tetszeni. Na jó, most leszedlek. A rohadék. De mi meg se hal? Oké, jó van. Ja, hát akkor ez egy olyasmi játék lesz, mint az XCOM. Csak... csak az XCOM az 3D-ben van, ha jól emlékszem. Nekem is a második része. Hát kurvára nem nézel ki jól amúgy. Így van, én csak ezt az életet ismerem. Inkább jön még egy akció. Nem, most tényleg annyira nem, nincsen, hogy hívják ez. És tényleg meghalt. Én azt hittem, hogy ez még életben van. Most annyira nem vagyok lelkileg itt ilyen sztorizgatásilag. Én bazd meg figyeltem rád, láttad, hogy megmenekítettelek a bajba, ember. Én kérdést feltenni, hogy ki az, akit érdekelnem, meghalnám. Chat.
Jött egy zsáv. Ennyi zsáv. Meglehet. Na, hát konkrétan semmit nem csináltam eddig, de már két küldetést teljesítettem. Ez rossz előjelet. Mutat nekem a játékkal kapcsolatban. Mondtam, hogy most ilyen cyberpunkos dolgokkal foglalkozok. Elkezdtem a... Elkezdtem, megnéztem, és sose láttam a szárnyas fejvadászt. Se a régi, a teleg első rész, se a másodikat. Én már mit tudom, ilyen 2000, nem tudom, 46, 47, nem tudom mi a cím. Az egyes tökre bejött, tetszett, nagyon jó hangulata volt, és a zenék is tök jó hangulatot árasztottak a játékból. Filmből, bocsánat. És utána én nagyon nagy kedvel öltem be a másik részt megnézni, és nem jött be. Nem rossz film, de nekem az már nagyon lassú volt. Az egyes én nem éreztem azt a lassúságot, a másik részén már nagyon-nagyon azt éreztem, hogy... vagy lassú volt legalábbis nekem. Nekem annyira mondani valója se nagyon jött be. Még nem volt egy rossz felvetés, de hát annyira nem jött be. Ó, ott van egy doktor bácsi. Doktor bácsi, remélem felboncolta a testet, és mond nekem információkat. Dresden. Mondom, Dresden. Ez tényleg olyan, mint egy szerepjáték amúgy. Nem csak annyi, hogy odamész és akkor jóban beszélj, hanem így konkrétan leírja, hogy hogy néz ki a karakter, mi van itt. Ez tök jó, amúgy tetszik, tehát hogy attól függetlenül most kicsit ki vagyok akadva, hogy ennyi a szöveg. Amúgy élvezem, csak tényleg én most nemrég keltem, na jó, az már túlzás azért. Eléggé nem nagyon vagyok magamnál az utóbbi egy-két hétben. És hát nekem ez fel kellett volna ébredni, tehát ha tudom, hogy ennyi a dumálás benne, ennyire sztori központú a játék, ennyire dominál a sztori központ, túlságít, akkor kicsit vártam volna a streamelésre, hogy felébredjük. Így van, én most csak ennyit fogok mondani. Basz meg. Amúgy a játéknak tök jó hangulata van. Nem, akkor inkább ezt szólom, nem mondom el neki a pénzt. Nagyon tetszik amúgy a grafika, tök jól néz ki a grafika. Nem is tudom, ez mikor a játék, hogy őszinte legyek. Klaszki. Hoppá. Gyorsan lopunk. Na, ez lehet, hogy csata lesz itt emberek.
Hát ez tök jó, annyira, tényleg annyira szerepes egyébként, tehát hogy tényleg mint hogy egy mesére mondaná éppen azt, hogy méterektől lehet érezni ezt az olcsó parfümöt, amit használ. Tök jó, amúgy nagyon tetszik, tehát rettentően tetszik, csak tényleg még nem feltétlenül vagyok itt. Meg talán, ami még egy kis probléma, talán nem ismerem a világot, tehát hogy nem tudom, hogy kikinek a ellenfele, vagy nem is az, hanem hogy ugye én streetet választottam, ha jól emlékszem, tehát hogy az pontosan mit csinál, ki az, aki a streeteket keresi, ki nyírja már, hogyha van ilyen. Hát így van. De király. Nem fogom elmondani neki. Oké, hát ezt jól tudni. Lehet, hogy emberek, ezt ki fogjuk játszani. Lehet, hogy lesz ebből még folytatás. Mert úgy terveztem, jó van, bemutatjuk azt, akkor jól van. Ennyi lesz a stream, de amúgy meg tetszik. Tehát, hogy az mondjuk kevésbé tetszik, hogy nem tudom már mióta megy a stream, de még semmi érdemlegeset nem tudtam mutatni. Mondjuk jó, hát ilyen egy játék eleje. Ezt szabad mondani. Akkor hoppá! Hoppá, hoppá, lett két pontunk, amit el tudunk költeni. Ja, mit kell? Open the mall. Aha, oké, rendben. Biztos. Úgyis végig fogok minden nézni, szóval egyszer csak belefutok. Na hát megvizsgáltuk itt a holttestet. Hát most megvizsgálunk minden szírszalat rajta. Elveszünk mindent. Na, mi? Mindent elveszünk. Mindent. Tehát, hogy nem hagyunk ott semmit. Jessica. Uh-huh. Hé, én még vizsgálni akartam. Hát itt még voltak egy tele volt cucca. Na jó, hol tudok karaktert fejleszteni? Lehet egyáltalán karaktert fejleszteni? Action pool. Sven, itt van. Jó, hát előre láthatok, úgy néz ki, hogy rohadtul nem lesz még izém. Szamuráj kardom. Úgyhogy fegyverre fogunk. Volt egy pisztolyom, meg volt egy shotgunom. Ezekre fogom eltölteni. Na jó, hát sokra itt nem tudtam sok mindent. Körülbelül ugott az utca, de jól néz ki.
nézzük meg. Milyen jó kis zenéje van amúgy. Ajaj. Armitage. Armitage emberek. Onnan ismerős ez a név. Ha jól emlékszem, az ugye a Lovecraftben volt ez az Armitage. Sőt, a volt a... Hú, nem is tudom mi volt. Bobby barátom ajánlotta nekem azt a filmet, horror filmet, és ott is, ha jól emlékszem, Armitage-ek voltak. Akik a néger emberkéket gyűjtögették. Ez már valamilyen szinte egy kicsit spoiler volt. De mindegy, nem baj, így jártatok. Oké. Így van. Na jó, ezt fogom mondani. Rendes leszek. Egyébként most erről jutott eszembe, mert itt ugye mentek ezek a szövegelések is, hogy válasz ki, hogy melyiket akarod mondani, hogy engem például, én imádom a Witcher 3-at, az a kedvenc játékom, top 10-re biztos, hogy benne van, de én például azt nem szerettem a Witcher 3-ba, hogy konkrétan tudtad a beszélgetésből, hogy a legfelső az, amikor rendes vagy, a legalsó meg az, amikor geci vagy úgymond. Tehát általában az a negatív dolgokhoz vitt, és ez nagyon kis átlagban változott, és ez engem például tökre zavart. Hogy nem feltétlenül tudok saját döntés alapján menni, mert valamilyen szinte engem befolyás az, tudom, hogy ezzel jó útra térek, ezzel meg rossz útra. Tehát jobb lett volna az, hogyha egyáltalán nem tudom, mert akkor olyan választási lehetőséget adok, vagy választok ki, ami tényleg az én döntésem. Mondjuk ettől függetlenül, arra mentem, csak rossz volt az a tudat, hogy tudom, hogy az jó lesz, ez meg rossz lesz. Tehát jobb lett volna, ha nem tudom. Itt is például sokszor van az, hogy nem feltétlenül, hogy melyiket mondjam. Melyiket válasszam. Na mindegy. Ezt csak így gondoltam. Elemlítem. Hát amúgy, most erre nyomnék rá legszélesebben, de vajon, hogy abba, na jó, mindegy, egyik biztos. Hát, elmi ready, mindenképpen ready vagyok, csak húzzunk el innen. Oké, hát azt nyomtam, bazzeg, ne cseszél fel. Ó, semmi. Na nézzük meg az automatát, mit lehet belőle venni. Oké. Hát akkor menjünk, barátom, mit szólsz hozzá? Így van. Egyébként azóta rakom el így a Steam-es játékokat, amit eladtam a PS4-emet, mert úgy voltam vele, hogy egyrészt szeretnék majd streamelni, és jól jönnek a játékok hozzá, amiket majd meg lehet mutatni. A másik meg az, hogy hát én ebbe a generációban, megmondom őszintén, konzolos generációban nagyon csalódtam. Lehet, hogy azért, mert már túl sok mindent láttam, és ahhoz képest semmi újdonság, de az, hogy leültem múltkor PS3-on a Need for Speed Hot Pursuit-tal játszani, és hozta azt a szintet, mint a PS4-en a játékok 80%-a is. Nem feltétlenül az exkluzívokra gondolok, mert azért jobban oda vannak téve. Wow! Vladimir! Aha.
Hát Vladhoz fogunk oda menni. Hét, te ki vagy? Oda menj. Lol. Be tudunk ide jönni? Nem. Eljövünk ide. Vladislav, baby, don't hurt me. Jó, én voltam a hülye bazmeg, hogy olyan helyre mentem, hogy ahol beszélgetni kell. Yes, no, I saw something. I saw something. Ilyen magyaros angol kiejtése. Vlad. Hát ha mondjuk oda jönne hozzám egy ember és így nyugtatna meg, hogy nyugodj meg, nem lesz semmi bajod, hát nem igazán hinnék neki. De jól néz ki, hogy grafikailag ez a játék. Én megmondom őszintén, nem tudom hányszor fogom még ezt mondani. Most szerintem ebben a streamben ez lesz a szavajárásom. Én nem szeretem az ilyen izometrikus nézetű játékokat. Nem tudom, engem zavarnak. Nem tudom beleélni magamat így a játékba. De ezt most tökre élvezem. Az emberek, amik elmegyünk szerintem egy csatába. De jól néz ki. Hogy ahol voltam, az már fel van fedve. Aha, csak sötétebb. Majd valami. Aha. De megyünk valami csatába, és akkor szerintem abba fogjuk hagyni a streamet. Mert közben hát éhes lettem, és kéne valamit reggelizni. Wow! Megkár. Hoppá! A helyi bandák megjelentek. Most már tudom, mire hasonlít nekem. Tehát nem feltétlenül csak az XCOM-ra. Hanem mi baráti társasággal szoktunk Imperial Assault-ozni, Star Wars-os társasjáték. Én egyébként baromire élvezem ezt a mozogsz, lősz, meg ilyesmi. Régen nagyon nem szerettem kiskoromban. És arra hasonlít. Húúúú! Hát ezzel aztán sebeztem. Oké. Okay. De mivel lősz amúgy? Hát ezt kéne leszedni először. Nagyszerű. Oké. Okay. Hékás. Na mindig rálagok azért. Már sejtettem 45%-kal. Mi a franc? 8. Mi a franc 2? Úgy van, jó. Sose tanulom azt meg, hogy ne álljatok egymás mellé. Na jó, ide fogok eléd állni, bazzag, és pofán lőlek. 61% itt szembe. Jó, ide állok. 99, na azért mondom, ezt nem találtad volna el. Nagyon nem lettünk volna jóba. Ennyi. Várj, megnézem, mi az, amit felszedtünk. Aha, itt tudom megnézni a karaktereimet. Ugye a társaságban van. Hogy állunk HP-leg, azt nem írja? Mentünk egyet. Még megyünk emberek, mert a francba is bejön a játék. Várj, nem ezt akartam várni, a kameramód. Na most mi történik, hogy nézzem? Most egy jóval közelbe, jól látom.
Mindegy, visszaállítjuk, jó lesz ez nekem. Na. Hát akkor, ja, balegérgom. Na, öcsém, én csak egy percre állítom le a játékot, és már nem emlékszem rá, hogy működött. Ó, vele lehet beszélgetni. Úgyis annyira szeretek beszélgetni a játékban másokkal. Aha. Jó, rendesek leszünk. Jó, ez az éjszak? Aha, ez az éjszak. Jó, hát rendesek leszünk, ezt a küldetést elvállaljuk, maximum legközelebb hajtalom át. Na, szevasz, beszélgessünk. Beszélgessünk biztos, hogy személy. Rájöttem, mit kéne streamelnem, emberek. Rájöttem. Ez simán beszólna Miss Pixeligon. Azt ismerve, hogy már meg én milyen vagyunk, simán beszólnak. Fight! Anyád! Azt miért nem én kezdek? Na jó, hát... Most őt szedjük le, vagy őt szedjük le? Nem, őt fogjuk. Nesze! Anyukát biztos büszke lenne rá. Ho-h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 o. Hát, kisanyám, ezt most... Jó van, volt HP-d, barátom. Na, Mrs. James, kéne a pénz, amit így jutalmul felajánlanám. Ó, karma! Yes. Most nem tudom, mi ez a Nuyen, tehát hogy ez nem is tudom, hogy ez most tényleg olyan gól szó, vagy pedig... Ilyen, akkor ajánl lenne. Vagy hogy ilyen, valami speckó. Na jó, még egy küzdelemig elmegyünk emberekkel. Nem tudom letenni, tényleg jó játék. Nem tudok motorra menni? Ezt hülyen néznek egy ilyen játékban. Egyébként az az érdekes, valahol egy kicsit szomorú, de a régebbi játékok jobban le tudnak kötni mostanában, mint az újja. Egyszerűen kicsit kiábrándultam az új játékokból. Nem azért, mert rosszak, mert vannak Baby don't hurt me, no more, hanem azért, mert olyan lélektelenek. Nagyon sok játék úgy készül, hogy legyen ebből pénz, minél több izét pénzt vegyünk ki az emberek zsebéből, és ez tök szar. Érezni a játékokon, hogy futószalagon gyártják el azokat, vagy éppen azért, mert mit tudom én mondjuk, jó, oké, jól sikerül, persze minden játékot azért csinálnak, hogy legyen belőle pénz, de más az, amikor érezni, hogy egy játék a szerelem gyerek, vagy pedig csak azért lett... mondta. Menj már anyádba! Vagy pedig azért lett csinál. Hát ez... Úgy van bazen, mindjárt még meg is halok. Vagy pedig... Pedig azért lett csinálva, úgyhogy hú, fosszuk ki az izéket. Most nem akarok... Ja. Hát egyértelmű, hogy elbújunk. És nem akarok újra mutogatni, de itt van például a legújabb kód. És a kodok azok... Nem azért vannak csinálva, mert hogy mit tudom én, rossz játékok, mert amúgy persze jó játékok van igény a piacon rájuk, de az, hogy... Na, szállt, látok lőni? Ha, már tudtam lőni.
De az is, hogy úgy fogják ezeket már csinálni, hogy egyre több pénzt tudjanak belőle szerezni. Jó, hát ha az emberek nem vennék, akkor ugye nem tudnák ezt csinálni. Csak tényleg az a baj, hogy sokan nem tudnak nemet mondani, nem tudják azt, hogy hát, hogyha tényleg kihasználnak minket. Sajnos azért kicsit ilyen, mondjuk elkurvul az a videójátékpiac. Egyébként, amit akartam most mondjuk mondani, hogy ott van például a Fortnite, ugye ez egy ingyenes játék, de én mégis, én számomra azért kicsit undorító, hogy bármit, amit szeretnél egyébként megszerezni a játékba, tehát kötelező pénz, tehát hogy oké, hogy egy-két dolgot össze tudsz gyűjteni, de hát olyan hát, oda fogunk menni közel hozzá. De az tényleg pénzt kell költened, az, hogy tényleg neked normális cuccaid legyenek, mert úgy van megcsinálva a játék. Hát igen, azt sejtettem, hogy nem talál, de azért még egy próba, oké. Azt hiszem, hogy eltaláljuk. Meghalt teljesen. Mi fasz? Jó, a hál' Istennek. Ez így problémákat szül. Nem fogok elmenni, ez most nagyon benézett haver. Ó, Uncle. Jó van, végezzük ki. Szóval én nem szeretem ezt, hogy mit tudom én, hogy nem tudsz, tehát az, hogy beleölsz egy játékba, jól láttam a karma? Ez az. Hogy egy játékba beleölsz csomó időt, és nem tudsz megszerezni dolgokat, tehát ez számomra undorító. Viszont az nekem például tetszik, hogy a Fortnite-ban, hogy a season-ekkel mindig változik a pálya, tehát a negyedik season-ben ugye becsapódott a Meteorit, lett egy hatalmas egy kráter, és most a season 5-ben ezt a krátert már a növényzet benőtte, az épület leomladozott. Tehát, hogy ez tök jó, hogy változik. Nekem az Overwatch-ben egy kicsit ez volt a bajom, hogy tök jó sztoria volt, tök jó világot teremtettek, és konkrétan te ebből a játékból semmit nem láttál. Tehát semmit nem tapasztaltál, se a pályákon, hogy haladna előre a világ, ilyesmi, és ez szerintem egy hatalmas nagy hiba. A Fortnite-ban ez egyébként tetszik, hogy így történik a változás. Attól függetlenül, hogy nem feltétlenül egy okés játék. Na mindegy, hát emberek, ez lett volna Shadowrun Returns. Ez lett volna. Nem fogjuk elkölteni karma pontokat, szerintem azt majd le fogjuk elkölteni. Amikor egy kis adag összegyűlt. Hát, megmondom őszintén, nem tudom, hogy ezt fogjuk-e folytatni, vagy más játékkal fogunk-e játszani. Majd meglátom. Több tervem van, vagy több dolgot szeretnék. Megmondom őszintén, hogy én nagyon-nagyon imádtam a Nintendo 64-et, és lehet, hogy egy Nintendo 64-es streamet fogunk majd csinálni. Van még kedvenc játékom, megpróbáljuk kitolni, lehet, hogy egy húzamba, lehet, hogy csinálunk egy ilyen új rekordot, hogy egy húzamba megpróbáljuk ki 100%-olni a játékot. Hát a elejére az a terés mértékével nem végzek, bár a végére már nem, ez egy kicsit nehéz lesz. Agyalok egyébként egy Balin is, mert a Bali is, ez az egyik kedvenc játékom, és ugye az ki is adták PC-re, szóval ugyan a PS4-esen nem tudnék játszani, mert nincs nem a PS4, de hát... De nem fogok vele játszani, mert Bobit majd megkérem, hogy játszom már, mert én ezt nagyon szívesen nézném. Szóval vagy valamilyen PC-s játékkal, vagy valamilyen konzolos játékkal fogok, valami retro dologgal fogok folytatni. Most nincs itt a PS4-em, és nem is az enyém, bocsánat, hanem haveromé. Úgyhogy az most így ki fog maradni, tehát ilyen új játékok nem nagyon lesznek, inkább a régiek. Viszont azt már most bepromózom, hogy ugye hát jönni fog a Call of Cthulhu, valamint a The Sinking City előbbi 2018-ban, míg utóbbi 2019 tavaszán fog jönni elvileg.
Hát szerintem azt egy végigjátszás során végig fogjuk vinni, mondtam már így a Steam elején, hogy én szeretem nagyon azt a világot, meg mindenképpen érdekelnek ezek a dolgok, úgyhogy azzal fogunk majd játszani valamikor, hogyha az kijön. Na hát örülök, hogy végre én is becsatlakozottam Bobby mellé, és végre el tudtuk kezdeni a dolgokat. Nem tudom, hogy mikor fogok jönni legközelebb, én igyekszem minél hamarabb jönni, és valamilyen játékot folytatni. Lehet, hogy holnap, lehet, hogy csak jövő héten, nem tudom, majd még kitalálom, hogy milyen játékkal fogjuk folytatni itt a streamelést. Úgyhogy köszönöm azoknak, akik megnézték, valamint a YouTube-osoknak is, mert hát, ha minden igaz, akkor utána ez a videó szépen lassan kikerül YouTube-ra, szóval akik ott nézik vissza, azoknak is nagyon szépen köszönjük. És egyébként, ha van bárkinek valamilyen ötlete, ajánlata, tipje, hogy milyen játékot lenne érdemes streamelni, akkor azt nyugodtan megírhatja, és hogyha olyanunk van, vagy éppen úgy állunk, akkor szerintem azt meg tudjuk csinálni, vagy legalábbis én biztosan, mert szeretek új dolgokat, tehát szeretem azokat a játékokat is bemutatni, amiket én ismerek, és nem feltétlenül ismerik olyan nagyon sokan, még hogyha nagy sikerek is voltak, és természetesen új dolgokat is szeretek megismerni, mint például ez a Shadow Run Returns. Na, azt jól elmondtam. Na, hát még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. További szép napot, és nyugodtan hagyjátok kezdetbe Totót. Na, sziasztok!